idő és hatékonyság témában az is egy megoldás lehet, hogy olyan módon műveljük azt, amit művelünk, legyen ez munka vagy bármiféle egyéb cselekvés, hogy kellően vidámak vagyunk ehhez a dologhoz, kellően örömmel állunk neki. És ezt adott esetben tudatosan bele is vihetjük az adott napba, adott munkába. Tehát ha nekünk a vidámságot a barátok jelentik, akkor kicsit hívjuk fel őket, kicsit cseteljünk velük, kicsit SMS-ezzünk velük, bármi, de mindesetet tegyük be a barátokat a tevékenységbe. Ha nekünk ezt egy hobbi jelenti, ezt a vidámságot, akkor szálljunk 5 percet a munka előtt vagy közben erre a hobbira, hogy azt tegye be a vidámságot az életünkbe. Ha a vidámságot például valamilyen illat, valamilyen dolog látványa jelenti, akkor tegyünk be olyan illatokat, olyan látványokat az adott napba, hogy ez a látvány most valaminek a kivetítése, vagy valamiféle videó megtekintése rövid időre, vagy az illat egy adott olaj, egy vadnarancs, vagy bármiféle olaj az életünkben, akkor tegyük bele azt, vagy végezzünk párologtatást a munka közben, amit végzünk, vagy abban a helyiségben, ahol ezt végezzük. Tehát tegyük bele a vidámságot, az örömet az életükbe, sokkal hatékonyabb lesz a napunk.